Nem áll. Mi a front? Elaludtam. Se baj. Nem ez az első alkalom, hogy az iskola falai között alszom el. Nem, nem rossz bejátszás. Én másra gondoltam. Én arra gondoltam, amikor az egész osztály közösen tölti az éjszakát az iskolában. Az egész úgy kezdődött, hogy este nyolcra mindenki megérkezett az iskolába, és Balázs bácsi ismertette a programokat. Négy termet vettünk igénybe, míg a mi termünkben és az egyen fölöttünk lévő teremben filmet lehetett nézni, addig a negyedik emeleten pedig videójátékokkal lehetett játszani. Természetesen a kezdetekben még egyik elfoglaltságot se tudtuk elkezdeni, így hát a fiúkkal lementünk az udvarra, és vártuk a csodát. Balás kosarazás közben felvetette, hogy ő egyszer a harmadikról bedobta a kosárba a labdát. Mi nem hittünk neki, és kipróbáltuk, hogy nekünk sikerül-e az egész úgy nézett ki, hogy Benedek az udvarról bedobta nekem az ablakon a labdát, én feldobtam Barninak, ő pedig feldobta az fölötte lévő emeleten, annak a képen a soron következett, és ő pedig ledobta a kosárpalánk felé. Természetesen egyik sem ment be. Időközben kijött a portás is, hogy kérdőre vonjon minket, hogy mégis mi a francért dobáljuk azt az Isten verte labdát a három és feledik emeletről a kis elfoglaltságunknak az vetett véget, hogy valaki kiszúrta Balázs bácsit, amint éppen a bejárati ajtó felől jön a nagy rakás pizzával. És amint elfogyasztottuk a gyomrunk számára a kedvező pizza én elindultam föl fele megnézni, hogy milyen is az a játékterem. És ott közösen a Battlefield 1-ben országvilág előtt bebizonyítottuk, hogy egy esetleges harmadik világháborúnál mi teljesen életképtelenek lennénk a csatatéren. Ekkor jött Marci, és bemutatott egy általa nagyon kedvelt horrorjátékot. Nagyjából ez a horrorjáték nagyon ilyen eseménytelen volt, egyetlen egy ijesztő rész volt benne, amikor csak úgy megjelent egy kép. Annyira nagyon érdekelt engem ez a játék, hogy át is sétáltam a másik játékteremhez. Ott éppen az Outlast 2-vel játszottunk, amiről annyit érdemes tudni, hogy egy ilyen sátánista, ilyen szektától kell megszökni és kész és az egy ténylegesen jó játék. Egy idő után úgy gondoltuk, hogy tartunk egy kis szünetet, és lelki felfrissülés janánt úgy gondoltuk, hogy bejárjuk a teljesen sötét és kihalt iskolát. Megtekintettük a teljesen sötét tornatermet, aminek a végéig se láttunk el, valamint egy pár olyan terembe is benéztünk, aminek eddig a létezéséről se tudtam. Bementünk az egyik terembe, ahol nagyon ijesztően fogadott egy igen, szóval volt ott egy festmény, ami olyan érzelmeket fejtett ki belőlünk, mint az előbb említett horrorjáték képes jeleneténél. Gondoltuk, elég is a lelki megnyugvásból, ideje visszamenni lesz ezni Az ottani játéknak az vetett véget, hogy a popcorn és a Balástól csort kóla elfogyott. Szóval le is mentünk az ebédlőbe, hogy a mikróknál új popcorn adagot magunknak. És amint beraktuk a mikróba a kaját, csak úgy ott álltunk és unatkozva vártuk, hogy kész legyen. Az én tekintetem az ablakra szegeződött, ahol egy szokatlan látvány tárult elém. Igen, ott volt egy macska. De az volt benne az érdekes, hogy ez a macska ez csak úgy ott volt. Szinte alig lélegzett, és a majdnem, hogy fagyos időjárásban is, hogy egy helyben ott feküdt. Ekkor Petinek támadt egy ötlete. Hátraosont az ebédlő hátuljába, és leemelte az egyik keresztet a falról. Majd észrevétlenül visszasettenkedett a mikro előtt vállalkozó tömeghez. Én ekkor a konyha ablakában nem ke ki onnan egy konyhás néni. Ekkor Peti a kezében lévő keresztet Benedek arc elé nyomta, aki a horrorjáték utáni megijedéstől majdnem szívrohamot kapott. Hello there. Amikor vissza akartunk menni folytatni a játékot, Balás felvetette, hogy ő kíváncsi, milyen is a torna, remélem sötétben. Amint betette a lábát, a popcornozacskójából egy rakás szem kihullott a földre. Mi természetesen a reflexből elkezdtünk fölfele futni, nehogy rajta kapjanak minket fönt, visszatértem az első játékterembe, ahol folytattuk a battlefield és Lőrinc társaságában és a bikacsökkével együtt pusztítottuk az ellenséget. Időközben megfogyatkozott a létszámunk, de azért így is tudtunk szórakozni. Egyszer csak beállított Balázs bácsi, hogy hajnali kettő van, és ideje már összepakolni és készülődni az alvásra. Mi nagy szófogadóan Hajnali háromkor neki is álltunk pakolni. Miután kész voltunk a pakolással, elindultunk, hogy berendezzük a tornatermet, ahol aludni fogunk. De nem az volt, hogy a sportpálya közepén, ott szépen matracokon meg mindeneken fogunk majd aludni, nem. A lelátónak az egyik kis csücskébe sikerült betömörülnünk. Hajnali fél négyre már mindenki ágyban volt, de a sokkul hatására még egy jó ideig fent voltunk, és az elég idegesítő volt. aznap reggel frissen és üdén ébredtünk, mint mindenki más, aki az éjszaka alatt csak három órát alszik. De sietnünk kellett a készülődéssel, mert egy idő után már egyre több diák kezdett szállingózni be az iskolába. Szerencsére aznap tanítás helyett ilyen bemutató órák voltak, és így egy nagyon érdekes biológia előadás alatt 45 percnyi alvást be is pótoltam. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és amúgy észrevetted, hogy a jobb alsó sarokból eltűnt a Power Director logó?